voltak nagyszerű sikerélményeim, és voltak kudarcaim, és a kudarcokból mindig nagyon jó beszélgetéseket folytatok magammal a kanapén. Nagyon szerettem a Radó Tisz házban lenni, amúgy, alapvetően. Vasárnap reggel 8-kor, buliból beérkezve, Bárány Boldizsár, az nem mindig hatott üdítően, de az, amikor a Tapsnál láttam igazából 280 csillogó szempárt, az viszont tényleg nagyon. Bennem aztán kevés ilyen lángoló nemzeti érzés van, de az, hogy magyar nyelven az ország mindenféle pontján a legkülönbözőbb magyar embereket megszólítani az én produkciómmal, az nekem ilyen nagyon jó érzés. Teljesen mindegy, hogy milyen helyzetbe kerül az ember, hogy annak a platformnak színészkedek, amiben nagyon hiszek, napi sorozatot csinálok, vagy hetit, nagy játékfilmet, vagy csak egy videót, egy nagy színpadi dologra készülök, vagy egy nőnapi műsor, ha már ott vagyunk, akkor én szeretnék könnyeket fakasztani. Üdvözlöm Önöket, Klemm Viktor, a Bóta Café mai vendége. Mindannyian ismerik sorozatokból is, de hát Radnóti Színházban kezdte a pályát, aztán hát jó ideje szabadúszó, most ugye hat színben is van, és imádja a filmeket. Állítólag minden magyar filmet megnéz, amit nehéz elképzelni, de majd erről még dumálunk, de hát ennek alapján van is most egy előadása hat színben. És úgy ébredt, amikor főhívtak ma reggel, hogy ugye nem fejted, azt mondtad, hogy te úgy ébredtél, hogy ma interjút adsz. Az milyen ilyenkor, mire gondolsz? Kinyitja az ember a szemét, és végig gondolja gyorsan, hogy ma a csilles nap van, vagy a rohanós nap van. És hát ma nem volt túl sok dolgom, egy-két elintézni valón kívül, de ez az interjú ugye a dereka egyben aranymetszése és fénypontja is a napomnak. Hú, hát reménykedjünk. Így előre én ezt megelőlegzem magunknak. Úgyhogy tényleg az volt az első, ami eszembe jutott, hogy mi van ma? Aha, KED volt a interjú. Aha, de ez előadásnál is így van, hogy persze. Már úgy kellsz, ott hogy úgy tudod, alszom. Hogy ja, már azzal, úgy is azzal is álmodok. Tényleg? Persze. Azzal álmodsz? Persze. Tehát mondjuk van ez a Művilág című előadása, az Movie Love. Amiben 10 filmet játszotok el Trokán Nórával. Tulajdonképpen mi eljátszott, de felvillannak ugye momentumok a vásznon, és hát dalok vannak benne. Valójában egy revüvé áll ez össze, ami nem volt soha ilyen terítéken számomra ez a műfaj, ami ez a revű vagy varieté. De elkezdett nagyon érdekelni, és talán még nem tudok teljes definíciót adni ahhoz, hogy miért van ez a furcsa, és viszonylag hirtelen jött vonzalmam, de aztán, ha egy picit ilyen analitikus módon a korábbi éveim előadó művészi törekvéseihez, vagy az ilyen interpretációs műfajokhoz való vonzalmamat földerítem, akkor előbb-utóbb kikerekedik, hogy mi az, ami nagyon izgat engem. Na, és ebben a varietében több dolog is. Hát egyrészt valamiféle olyan dolog, ami már nem a konvencionális színház, hanem egy picit valami közelebbi dolog a nézővel. Ez leginkább egy beszélgetés a nézővel, vagy valami nagyon közeli dolog, de ennek sincs konkrét receptje. Játszom a Nagy Bőgő című előadást most már 8. éve. Ami monodráma, tehát ami egy személyes, igen, és ott is valahogy annak az evolúciója, az előadás játszásának az evolúciója arra ment, hogy elkezdtem vágyni minél közelebb lenni a nézőkhöz, és elkezdtem vágyni minél inkább a nézőkből meríteni mindazt, amit aznap este az a karakter elmond. De most a revübe úgy érted, hogy hát ugye itt valaha én elkaptam ennek a végét egyébként, uh-huh. Itt volt egy nagy magyar éjszakai élet. Uh-huh. Azt érted, hogy mondjuk Borbé Valika, aki egy striptiztáncos nő volt, a Jancsó Miklósnak is egy állandó vetközős nője,
Az mondjuk lejött az asztalokhoz, és akkor ott is lejtett egyet, tehát hogy egy ennyire közvetlen kapcsolat? Nem tudom, hol vannak a határok ebben a varieté című dologban, mert azért úgy varieté ez, hogy műfaji megjelölésként mégiscsak a kategória színház. Igen, meg azért színház... kétszemélyes varieté azért ritkán van. Igen, mégiscsak tehát... egy színházteremben igen. vagyunk, de sört, de lejött, egy pohár bort, egy popcornt, oda szoktam a movie levelein adni a nézőknek, de a sugót például a nézők közül castingoljuk ugye rendszeresen. Igen, de nem nagyon kellett sugni, legalábbis amikor ott voltam, tehát kicsit akkor... ez nekem olyan mahénak tűnt, mert aha. nem volt dolga. Igen, túl felkészültek voltunk, azért igyekszünk az évad közben annyit felejteni Trokán Nórival, hogy kelljen sugni az aktuálisan kiválasztott sugónak. Szóval, hogy varieté, és ez az, ami engem nagyon elkezdett izgatni, ennek a humor, ennek a szemtelensége. Tehát, hogy mindenféle olyan dolog, és ez a színházi negyedik fal, amit ugye hosszú-hosszú évekig az egyetemen kísérletezünk, hogy keltsük az illúzióját annak, hogy mi igazából nem is tudjuk, hogy nézők néznek minket, miközben azt mondom, hogy szeretlek, Júlia. Ez valahogy számomra egy picit most idézőjelbe került, ez a negyedik fal, és valahogy azt kezdett el nagyon érdekelni, hogy pont hogy lehet ezt ledönteni, pont hogy lehet egy picit azt a egyébként varázslatos, hogyha föl tud mutatódni ez a negyedik fal, de mégiscsak hogy lehet egy picit elfeledkezni róla, és az a talán van valamilyen alapvető szociális szorongás is bennünk is előadókban és a nézőkben is, hogy ezt a távolságot, amit az elmúlt pár évben jellemző lett, szociálisan. A COVID miatt nem csak meg a COVID, de az is minden, aha. ami az eltávolodáshoz hozzásegített, hogy azon mi egy este során, ha már van ez az este, amit színháznak hívunk, akkor kezdjünk el ledolgozni. Aha, értem. Na de és meddig jutottatok ezzel a ledolgozással? Mert azért olyan hú, de párbeszéd nincs a nézők és köztetek, tehát hogy nem dumálunk mi oda-vissza, meg vagyunk szólítva, de sokszor szerintem nem vártok választ valóban. Teljesen szabad a pálya, nem tudom melyik előadást nézted, de ez teljesen tehát hogy a játékba való bevonás, és aztán mindenkinek az egyéni döntés, és az teljesen szabad. Egy olyan, a stand-up-ból indul ugye a dolog, az biztos, hogy akkor is úgy volt, amikor nézted, mert az mindig úgy van, és utána van egy keretjáték, és rengeteg nem előre eldöntött megállítása. Igen, te kiállsz a színpad szélére tulajdonképpen, és ott elkezdesz szövegelni. Elkezdesz nagyjából, ami eszembe jut. És tényleg, ami eszedbe jut? Ez tényleg, olyan természetesen a legjobb színésre tud beszélni, az tényleg nincs megírva, tehát hogy ott kimegyek, és ami éppen a takarásba talán még, ami eszembe jut, azt felhasználom. De azok ilyen az napi dolgok? Vagy? Ott, meg belőlük, hát rólatok, ami eszembe jut. Tehát én üdvözölni szoktam éppen az aktuális vendégeimet, tehát hogyha meglátok. Na most rólam mi jut eszedbe? Hát most nem a Movie Love előadáson vagyunk. Most én vagyok a te vendégem. Ja, jó. De ha meglátnálak most az interjú után a Movie Love nézőtéren, akkor biztos, hogy ejtenék két pár szó, vagy egy pár szót arról, hogy köszönöm a szíves vendéglátást és a nagyszerű interjút. Még az is lehet, hogy ha tudom esetleg, hogy te olyan alkotó ember vagy, aki nem szeret szerepelni, akkor direkt megtapsoltatnálak. Ja, hogy legyen nekem egy kicsit kényelmetlen. Hát egy kicsit helyzetbe hozzalak. Na mindegy, csak az előadás jellegét, vagy azt, amit keresünk. Ugye arról próbálok egy picit itt így körbe rajzolni. És közben ez a klasszikus történetmesélés ennek az elengedése, ami másik. Tehát, hogy a szemtelenség, ez a negyedik fal lebontása, és nem a klasszikus lineáris, vagy nem tudom milyen konvencionális dramaturgia szerinti történetmesélés, hanem egy picit abban is valami sajátosságot keresni. És így jött, hogy legyen ez egy ilyen sketch, amit én szintén nagyon szeretek egyébként, ami a vizuális platformokon, ami ilyen sketch-szerű, vagy több helyről összerak ott ilyen egymásból hatásként építkező dolog, és akkor ezt így alapul vettük. A Trokán Nórinak igazából az ötletet dobtam én bele először 3 éve, és nem készült még el a szövegkönyv, aztán Zöldi Gergővel úgy kezdtünk el nekiállni a szövegkönyv elkészítésének, hogy a Trokán Nórira építettük már ezt az egészet. Tehát a jeleneteket, vagy a filmeket is effektíve úgy választottuk. De miben és miért akarsz te szemtelen lenni? Én nem akarok szemtelen lenni, csak egyszer. Hát most mondtad, hogy az érdekel. De nem akarok az lenni, csak rájöttem, hogy ha fegyelmezett jó fiú vagyok, akkor elnyomok magamban valamit, és ez pont a szemtelenség, hogy ez miért van óvoda óta,
ahol ugye másképp interpretálódott ez a dolog, mert ott a gokártot nyúltam el a másik elől, az volt a szemtelenség, vagy visszadumáltam az óvónéninek, hogy ez most miért van bennem alkotóként, és hogyan jön ki, ezt nem biztos, hogy meg kell, de utána elveszhetünk, hogy miért van. Mert hogy úgy érzed, hogy sok mindent elnyomtál magadban? Nem, nagyon szoktam. Én igyekszem a lehető leggyorsabb, azonnali, transzparens módon tisztázni azokat a dolgokat, amik a szőnyeg alá kéreckednének, és évekkel később jönnének. Ez nem azért van. Ez egyszerűen feszegetés a saját határaimnak, picit provokálása a környezetemnek. Ilyen típusú kapcsolattartásom van a világgal. Ezt néha félreértük, de egyébként meg sokat... fegyelmeztem magam tudatosan az elmúlt években. És mert... ez hogy nézett ki? Hát ültem otthon a kanapén, és azt mondtam, hogy figyelj, Viktor, és azt mondtam magamnak vászképpen, mondd, Viktor. És akkor azt felvetettem saját magamnak azt a témát, hogy amikor... Ilyenkor magadban beszélsz, vagy hangosan is? Hát ezt a belső gondolataimat hangosítom ki. De hangosan is? Tehát, hogy nem, mert az akkor kell majd menni már a pszichiátriára, amikor ez hangos, de hogy ugye amikor az ember így beszélget magával, tehát hogy van ilyen, hogy ilyen gondolatok párbeszéddé alakulnak az ember fejébe, vagy velem szokott lenni. És akkor azt a kérdéskört vetettem föl, hogy nem kellene egy rostát végezni a szemtelenkedések és a provokációk sorjába, aszerint, hogy megpróbálni megérezni, vagy a tapasztalatok alapján szűrni, hogy kivel lehet, és kivel nem. Mondjuk egy ilyen szemtelenséget, vagy provokációt. Volt olyan tanárom és rendezőm, tehát az egyetemen is találkoztam vele, és aztán később a pályámon is, aki azt, hogy én őt nagyon jó minőségben utánoztam, tehát egy karikatúrát készítettem ő róla, és ezt előadtam neki, azt nem, hogy elviselte, hanem nagyon megszerette, és egy előadásba is beépítette. Mert egyszerűen azt érezte, hogy ez a fajta szemtelenség, hogy én őt figyelem, leszedem, majd interpretálom, visszaadom, és az arcába is tudom mindezt játszani, ez izgalmas. Ez valahogy a része a játékosságának, a szakmának. És volt olyan rendezőm, aki viszont büntetés alá vont azért, amikor megtudta, hogy én őt utánzom. Tehát van, akinek van humora a szemtelenséghez, és van, akinek nincs humora a szemtelenséghez, és ezt nekem muszáj szűrnöm. De te nyilvánosan nem emlékszem, vagy elkerült a figyelmem? Ezek nem nyilvános. Igen, hogy te nyilvánosan nem szoktál parodizálni, nem? Nem szoktam. És miért nem, ha amúgy csinálod? Mert ha kiállnék parodizálni, akkor a maximumra szeretnék törni, és első osztályú paródiát szeretnék készíteni. Ez eddig nem fordult meg a fejemben. Nem fordult meg a fejemben, hogy én kvázi komikusként tűnjek fel. De hát azt mondod egy interjúban, hogy rá kellett jönnöd, hogy ha valamit, akkor a humorodat egy ideig elnyomtad. Mert hogy ugye meg akartál felelni különböző hú, de komoly elvárásoknak, és rá kellett jönnöd, hogy de nem, mert neked van. Igen, ez így volt. De akkor ez most hogy van? Hát úgy van, hogy a humoromat azt használom a Movilában, a humoromat használom a Nagybőgőben, és mindenben, ami az én kezemben tartható, akár az előadás koncepcióját, illetőleg akár esetleg a színészetemben, tehát hogyha van rá hatásom, hogy Nyíregyházán a téli hónapokban Don Juan fogok játszani, és hogyha van rá hatásom, hogy a rendezővel összefogásban ennek a Don Juannak humora lehessen, mert pedig szerintem van neki óriási, akkor ezúttal nagyon fogok figyelni rá, hogy ez egy... humorérzékkel rendelkező Don Juan legyen, ne csak az egyéb igazságait képviseljem, hanem azt is nagyon erősen. Tehát így kell érteni. És mennyire lesz öltönyös, mert azt is mondod egy interjúban, hogy hát ha most még valaki egy öltönyös szép fiúra akar felkérni, akkor még egyet választ, tehát nagyon siessen a felkérése, aztán kész. Ez 2020-ban volt ez az interjú, és akkor pont úgy jött ki, hogy a Kölcsönlakás és a Mintaapák sorjában két ugyanolyan karaktert alakítottam, egy városi nagymenő, aki tele van pénz, és olyan önbizalommal bír, hogy elkezd a csalfaság útján eltévedni. És akkor erre gondoltam, ez mind a kettő ilyen öltönyös
kvázi urbánus majd, hogy nem mafiózó volt, és akkor ezt csak játékszabályként mondtam abban az interjúban, hogy három ugyanolyat egymás után nem szívesen csinálok, kettőt igen. Tehát, hogyha mondjuk zsiráfot kéne játszanom Budapesten, a Kolibri Színházban, és zsiráfot kéne játszanom valami másik anyagban, nem tudom, Kaposváron, direkt mondok abszolút példát, akkor... Hát nem, a bárányboldizsárban azért voltál te, nem? Na, de egymás után háromszor bárány nem lennék, kétszer, igen. Ez egy nagyon nagy sikerű gyerek előadás volt, ezt szerintem ti imádtátok, nem? Nem? Én nem voltam a rajongója, de ez kétségtelen, hogy egy óriási tapasztalat volt, óriási élmény, nagyon szerettem a Radóti Színházban lenni amúgy, alapvetően. Vasárnap reggel 8-kor buliból beérkezve Bárányboldizsár, az nem mindig hatott üdítően, de az, amikor a Tapsnál láttam igazából 280 csillogó szempárt, az viszont tényleg nagyon, ezt tudom mondani. Mennyire voltál vagy bulis? Én szeretek bulizni, hát 37. éves vagyok, tehát ahhoz kell azért viszonyítani a bulik arányát, ahogy az ember szervezete azt elbírja. Úgyhogy valójában, hogyha lehetnék rockstar vagy popstar, akkor valószínűleg minden este buliznék, de mivel egy magyar színész vagyok, ezért mondjuk hetente egyszer, vagy két hetente egyszer azért elmegyek bulizni. De rockstar az... Lehettél volna, ha nagyon akarsz. Nem? Lehetek is. Ja, még akarsz? Még, nem még mondom, hogy akarok, csak azt mondom, hogy lehetek. Mert ugye zenei vonal az volt. Van is. Hát a nagybőgő is ezt mutatja, nem? Hogy igen. Te tényleg valóban. Nem van kapcsolatom a zenével, sőt, hát most te az új előadásban, ebben a gyerek előadásban, a Super Verdában, ott két oldalról igyekszem bizonyítani a muzikalitásomat. Az egyik, hogy versben írtam egy színdarabot, a meglévő történetre, ami Szabó Attilának az Autós mese című története, arra írtam, tehát átírtam versben mégiscsak egy teljes anyagot, amihez azt hiszem, hogy kell ritmusérzék meg muzikalitás, hogy ez sikerült-e, vagy hogy sikerült, majd megmondják a nézők. Másrészt ebben saját szerzésű, vagy saját szerzői dalok fognak fölcsendülni. No, ebben zeneileg nem vagyok magamra hagyva, mert Szita Miklós, Liszt Díj, a zeneszerző, az alkotótársam, de a dalszövegeket én írtam, és a zenei koncepciót is én jegyzem. Itt már annyian énekeltek, nem akarsz egy kis ízelítőt? Biztos, hogy nem. Biztos, hogy biztos. Jó. Mert miért vagy ebben annyira biztos? Mert amikor már legközelebb találkozunk a Komédiásban, vagy a Mai Manóban, és már bennünk van egy unikum meg egy sör, majd akkor kérdezz meg, és akkor fogok énekelni. Aha, értem. Na jó. Hát figyelj, akkor mondta, hogy ez szükséges hozzá. Hát Kossz János mielőtt beült, le kellett neki szaladni az éborért, úgyhogy van. Tudod, 2023-ban most már stúdiókban, munkaközben, színpadon, tehát már nincs alkohol. Ez véget ért ez az időszak. Ez miért pont most ért véget? Nem tudom, hogy miért pont most, de ahhoz képest, amit hallok, hogy a 90-es évek elején mindenki berúgva forgatott, ahhoz képest látom a forgatási helyszíneken, hogy eltűnt az alkohol. Aha, értem. Sajnálod? Hát olykor jó lenne beverni egy viszkit, szerintem. Nem ártana. De tényleg nincs már az, mint hát ez klasszikus régi történet még a Major Tamással. Hogy ugye igazgató volt Ferendez, nem tudom, de állatira tiltotta a piát, és vitte teába az öltöztetőnő, vitte a teát, és kérdezte, hogy kinek viszi, a Gobbi művésznőnek. Belekóstolhatok? Mi van benne, tea? Belekóstolhatok? Hát tényleg tea van benne, én is kérek egyet. Igen. Na, hát szóval, hogy... Igen. Figyelj, igen, ez szépen mintázza, gondoljuk mi úgy, így visszatekintve azt az időszakot. És hát, na, hogy rúgos tea volt, most már akkor is, hogyha most volt olyan a legutóbbi filmnél, amit forgattam, ez a Postmortem, ott a születésnapom, ami januárban van, pont forgatási napra jött ki, és a stáb meglepett ebédszünetben kaptam tőlük egy viszkit, amit valahogy... Nem csak azért nem számoltam vele, hogy mert nem volt még ilyen részem, hogy egy stáb felköszönt és meglepett, hanem azért sem számoltam vele, mert nagyon-nagyon benne voltunk a munka hevében, és akkor délutáni jeleneteken gondolkodtam. És az vicces volt, mert visszamentem ebédből, és nem tudom miért mesélem, mert ez egy három éves sztori. Miért? De visszamentem ebédből az öltözőmbe,
És jött egy asszisztens Csajci, és mondta, hogy a Bergendi Péter kérett téged, a filmrendezője, a Bergendi Péter kérett téged a gyártási buszhoz. És olyan gördülékenyen és szuperül dolgoztunk akkor már 30 napja a Bergendi Péterrel, hogy el nem tudtam képzelni, mit akar mondani, hogy mi lehet olyan fontos, hogy ő ebédszünetben ő is imád enni, én is, tehát hogy az egy szent háromnegyed óra. És azt hitted, hogy valami raport? Én azt hittem, hogy valami... Valamit nagyon elcsesztem. És akkor bejöttem, és látom, így megyek keresztül ott a gyártási busznak a folyosóján, ami így egybe volt igazából az étkezővel, és akkor látom, hogy a legvégén ül a Bergendi, még valami tésznát pont így emel a szájához, és kicsi kétségbe esve haladok felé, és nézem a tekintetét, hogy vajon miről lehet szó, hogy oda rendel, de közben még ilyen jó étvágya leszik. Aha. És egyszer csak a hátam mögül jött a Boldog Szingapot, és akkor kaptam egy viszkit, és olyan kérdőn körbenéztem, hogy na most akkor nem itt lenne a helye, de teljesen egyértelmű volt, hogy egy nagy játékfilm forgatáson, ahol délben a nap felén vagyunk túl, és a délutáni meló még legalább 10 millió forint érték technikába és minden szinten, akkor ezt meghagyjuk nap végére. Úgyhogy tényleg már nincs ilyen piálás, de nincs is kényszer. Tehát, hogy ráadásul van egy élményszintű gondolatom is ezzel, hogy persze ott a főiskola környékén kipróbáltuk, hogy milyen egy pálinkát bedobni a vizsgálóadás előtt, vagy a délutáni előadás előtt. És nem volt jó olyan értelemben, hogy nem az történt, hogy föllazított és valami plusz élményt adott, hanem én mindig azt éreztem, hogyha nem vagyok teljesen a saját tudatom, vagy a tiszta, legszázszázalékosabb tiszta tudatomban egy olyan helyzetben, ahol egyébként nekem át kell adnom valamit, vagy közvetítenem kell valamit, akkor az nem, hogy jó emléket bennem. Viszont megtapasztaltam egy párszor, és ez lehet, hogy ilyen nagy mondatnak tűnik, vagy ilyen bevállalós dolog, de tényleg megtapasztaltam azt, hogy ilyen igazán nagy elszállás attól az élménytől, ami előadás közben történik. Tehát, hogy tényleg volt ilyen repülés a színpadon. Nem sokszor. De az mi volt? Hogy melyik előadásban? Igen, például, igen. Mert a Nagybőgőben volt már többször. És akkor nem zavar, hogy mondjuk két nap múlva nincs? Mert nyilván ez nem mindig van, nem? Még azonos előadáson hát igen, belül pont ez sem. A különbség valószínűleg az igazi drogokkal szemben. Gondolom én, hát mondom, az alkohol az bele-bele fér olykor. Más jellegű szóba se jöhet, viszont szerintem pont ez a különbség, hogyha valakinek ez tud a drogja lenni, mint az előtt, tehát a rockstároknak is, meg tehát hogy a zenészeknek is ez van, a színpad, a siker, vagy az, amit ott ők átélnek, mert az nem feltétlenül a tapsból jön nekünk is ez az elszállás, hanem egyszer csak valami ott tényleg nagyon megtörténik, vagy valami tényleg nagyon oda-vissza elkezd rezonálni, az egy drog, de tök jó várni vele egy hónapot, és akkor majd 4 hét múlva lesz legközelebb, és nem jön össze, és nem sikerül, és nem kapom meg azt, ami egyszer volt, és aztán eltelik egy év, úgyhogy nem tudom megugrani, és elengedem, és elfelejtem, hogy volt ilyen élményem, aztán egyszer csak véletlenül megint bejön. És ezt már közben érzed, hogy ez ma este nem? Tehát kicsit ki tudsz gondolni, aki? Persze, igen. Persze. Ki tudsz gondolni, persze, az ráadásul, a típus, hát de, de nem, színész vagy. De mindenki, igen. Szerintem ezt mindenki tudja. Mindenkinek van egy szubjektívje, és az nagyon fontos szerintem, hogy ezt ne akarjuk általános aznap esti igazságként venni, mert tényleg van olyan, hogy azt érzem, hogy ez az elmúlt 10 évem legrosszabb estéje. Rosszul, lassan, gyengén, alul energiával pocsékú játszottam, tényleg átélem, szégyenkezve vonulnék ki a színházból, és mégis vannak a nézőtéren nézők, akik azt érzik, és azt élik át tényleg igaziból, hogy ez szuper volt. Olyan is volt, hogy azt éreztem, hogy meg fog verbálisan verni a rendezőm, annyira rossz voltam aznap este, és jött hátra, és azt mondta, hogy Vitya, zseniális! És nem értettem. És ezt azért kell nekünk tudatosítani színészként, mert nagyon sokszor láttam olyat, én most meg figyelek rá, hogy ez létrejön, hogy mi gyengének érezzük, de a nézőnek jó élménye volt, és aztán találkozunk a nézővel, és átragasztjuk rá a mi rossz érzésünket, pedig neki tök jó volt.
Mik voltak azok a pontok, amikről beszéltél több helyen is, hogy abba akartad hagyni a pályát? Nem beszéltem ilyenről. De. Isten, bizony vannak kint ilyen. Nem akartam soha abba hagyni a pályát is. Maximum lehet, hogy olyan volt, hogy mit csinálnál, ha nem színész lennél, és akkor mondtam ilyen hülyeségeket, hogy szakács. De én nem terveztem. Azt mondtad például, De én nem terveztem pályát befejezni, és most sincs. És egyébként főzni imádsz? Meg sajnos kajálni is, de meg... De ilyen különlegessége, tehát őszgerinc vagy rántott hús? Mind a kettő. Meg hát a rántott hús úgy, hogy az világra szóló. Tehát, hogy az egyszerű dolgokat megbolondítani, vagy... Hát a gasztronómiában is van szemtelenség, ha onnan indultunk, hogy mi ez a szemtelenség. Miért a Bíró Lajos miért szemtelen? Hát a Bíró Lajos egy gasztronómiai szemtelenség maga. Na, hát úgy csinál rántott hús, de abban négy morzsa van, négyféle morzsa. Van, ami távol-keleti, van, ami osztrák, van, ami nem tudom. Így van. A csokoládét meg a hurkát összeereszti, tehát, hogy... Azt többen egyébként tudok olyan éttermet, ahol nagyon sok mindenhez használ, belváros étterem, jó nevű, nagyon sok mindenhez használnak csokoládét, de nem írják ki az étrapra, mert azt mondja a séf, hogy akkor nem rendelnék meg, hogy ő, amit tudom én, milyen húshoz csokoládét tesz, de tesz. Hát a szakmánk legjobb szakácsa szerintem, vagy séfje az Anger Zsolt. Eddigi tapasztalataim alapján. És most nyilván többen vitatkoznának. Persze, most sokan kikapcsoltak. Szóval, hogy én nagyon szeretem a Zsoltot is, amúgy, meg a főztjét is, és azért most már ő ugye reprezentatív módon ott van a gasztrovilágban, tehát, hogy volt tévében főzős műsora, van blogja, tehát, hogy van YouTube csatornája, ahol vezető hasonló tematikájú műsort, és például talán az első főztje volt, amiből ettem a Zsoltnak, az egy marha pörkölt volt, és szenzációs, különleges volt, mai napig emlékszem rá, az egy forgatás végén készült, ott a stábban közösen ettük, és akkor azt mondta a Zsolt, hogy abban például az a titka, az az ő receptje, hogy abban van talán csokoládé is, de barna cukor biztosan. Aha. Szóval, hogy nem csak mondtad, hogy nem mindenhol tüntetik fel a csoki. Igen, nyilván a cukrot sem fogják kiírni a pörködbe. Igen, de hogy az nagyon izgi volt, aztán én próbálkoztam vele, hívtam a Zsoltot, hogy most akkor mikor kell beletenni, és mennyi barna cukrot, de nekem nem jött össze, de lehet írni a Zsoltnak ezért a receptért. Na, és akkor te mindent főzöl. Én mindent főzök, hát nem mindent tudok. De rendszeresen tudok. Vagy ez ilyen... 3 hetente egyszer, amikor épp szünnapod van. Éppen időbeosztás is a kérdése, éppen kedvem kérdése, amikor föltámad bennem a vágy, hogy a konyhában töltsem, előtte ugye a piacon, de aztán a konyhában töltsem a napot, akkor most már nem nagyon szabok neki gátat. Tehát van olyan, hogy tényleg azt hiszem, hogy nem lenne kedvem az istenért se színpadra menni, nem lenne kedvem igazából ki se tenni a lábam otthonról, de főzni valami fincsit, valami izgalmasat összerakni, ahhoz nagyon. Sőt, előre elhatározod, hogy mit főzöl, vagy kimész a piacra, és fú, láttam egy olyan velős csontot, hogy ma az lesz. Hát vagy az van, hogy valami bekattan a fejembe, mint egyszer volt, már nagyon régóta Pesten voltam, több mint 10 éve, és egyszer csak visszaderengett egy emlék a körömpörköltről gyerekkoromban. Ugye én debreceni vagyok, és ott azért a körömpörköltnek van hagyomány, és nagyon nagy gyerekkori kedvencem volt. És akkor az egyik kollégámnak mondtam, hogy ettél már te körömpörköt? Tehát egy rózsadombi srác. És azt mondta, hogy soha életemben. És mondtam, hogy csináljunk. És akkor arra kivártunk, nem tudom, egy hónapot, mire kiadta a lehetőség, hogy megvettük hozzá, mind a ketten ráértünk, és arról rákészültünk. De amúgy egy ilyen 24 órás lejárata vannak a terveimnek, vagy az ötleteimnek. Tehát, hogyha megkívánok valamit, az nagyjából egy napon belül még tart, de hétfőre a pénteki ötlet az már nem biztos, hogy érvényes. Ja, tényleg Debrecen Ady Endre gimnáziumon nagyon sokan, Csikos Sándor, nagyon. Te hát is? A Csikos Sándor tanár úr, akivel ebben az évadban fogok együtt szerepelni, és alig várom, az a... Róla legendák, én többször csináltam vele interjút, ugye ez a klasszikus ősbölény, hősszínész, aki nem lett országosan ismert, mert valahogy mindig ott már Debrecenben, de hát, és hát rengeteg embert tett a pályára. Én nem szoktam olyat mondani, mert túlzó, túlértékelt és
szerintem ilyen elcsépelt fordulat, hogy ha ő nincs, akkor nem. És nem is mondanék ilyet egyébként a 20 éves korom utáni mestereim közül, hogy ha ő nincs, akkor, de az biztos, hogy ha gimnáziumi időszakomban nem a Csikos Sándorral dolgozom, főleg az irodalmi anyagokon, tehát nem ő tanít úgy kvázi beszédet, és foglalkozik versekkel, monológokkal, prózával, és egyébként színpadi jelenetekkel is, és nem alakul ki egy olyan bizalma felém, amivel ő segített egészen a színművészeti felvételig, akkor szerintem engem nem vesznek fel. És ha nem vesznek fel, akkor nem lett volna színész, ez biztos. Uh-huh. Én úgy mentem oda, hogy vagy egyből egy, vagy akkor nem lesz. Te meg már akkor te nem vagy tehetséges, azt igen. Elfogadtad igen, volna. Úgy voltam vele, hogy Marton László lesz az osztályfőnök jelölt 2005, akkor érettségiztem, és hogyha Marton László nem tudja, és mellette még a hegedűsdégézés, aztán annyian ott lesznek még a teremben. Ha ez nem derül ki, vagy ők nem úgy látják, akkor nincs miről beszélni, akkor el kell menni. Tehát annyi bukott felvételiztető van, hogy hát a fél kaposvári színház, akik azóta mind Kossuth Díjas, Pogány Juditot, Csákányi Eszterig, Lukács Andor, hát ők mind nem végeztek, tudom. És mind Jordán Tamás, mindről úgy gondolták, hogy nem a főiskolára való. Tudom. Tehát azért tudnak ők félrenézni rendesen. Tudom, de én nagyon-nagyon dacos voltam 18 évesen, és nagyon úgy gondoltam, hogy ennek egy útja van, és az az 1/1. Tehát, hogy egyetlen egyszer rugok az életemben világbajnokságon 11-est, és ha azt kihagyom, akkor én nem az vagyok, akire... És gondoltam. Mivel felvételiztek? Hát, amit mind a három alkalommal kérte Huszti, mert ő benn volt, ugye a párhuzamos osztályban tanítottam, ami egy Kerényi Imre vezette, musical osztály volt, de mind a három alkalommal a Huszti kérte tőlem a Szépernő Patika című színdarabjából Kálmánka monológiát, ahol óriási szerelmet val hosszú-hosszú elfolytás után, ez a kisfiú egyszer csak eljár a szája, és éjszaka közepén szerelmet val a patikusnénak. Én szerettem is, mert valahogy ránézésre alkatilag a mai napig kevesen gondolják, és akkor is valószínűleg meglepően hatott, hogy van ez a csúnya nagy sebb helyel az arcán, ez a közel 190 centis fiú, és hogy van benne egy ilyen őrületes mennyiségű kisgyermeki szentimentalizmus, és abban a monológban ezt nagyon jól föl lehetett mutatni. A csúnya nagy sebb hely honnan van? Az titok. Az a következő fél évben lesz egy nagy dobásom egy produkció kapcsán, és ott a tavaszi időszakban, hát azért mondom, hogy titok, mert már sokszor ugye elhangzott a kérdés, és én türelmét kérve mindenkinek, aki ezzel kapcsolatban érdeklődik, azt mondtam, hogy egyszer csak eljön a pillanat, és most a 2024-ben, ha jó Isten is úgy akarja, akkor eljön a pillanat, hogy egy bemutatónk promóciója kapcsán elárulom, hogy mi történt az arcon. De itt pont ugye a hadszínes bemutató a Trokán Nórától kérdezgették tek egymást. És azt hiszem, a Nóra kérdezte tőled, hogy mi az egyik leggyakoribb komment vagy kérdés. Igen, a Facebookon, és Klem Viktor sebb helye. Igen. De ebből leszűrhetted volna, Gábor, hogy azért gyakori a kérdés, mert nem árulom el, és mindig újra és újra próbálkoznak. Szóval nem tudlak meggyőzni, hogy csak itt, csak most. Nem tehetek kivételt most veled, de sok minden kapcsán igen. Na mi az, amivel kivételt? Hát még is annyi mindenről beszéltem, ami személyes. Hát elárultam, hogy bulizni járok hetente. Elárultam, hogy egy unikum mellett énekelni fog neked a komédiásba, hát a paparazzók már oda készültek az operához. Radnóti, mondtad, hogy szeretted, de ehhez képest azért tulajdonképpen az csak egy pár év volt. Miért? Ez így alakult, azt valamire azt gondolják az emberek, hogy én onnan eljöttem, pedig engem onnan kirúgott a Bálint András. Mert miért? Nem terült ki, igazából a Bálint András és a Valló Péter együtt rúgtak ki, és akkor én szaladtam egy kicsit utána ennek a dolognak. Valló Péter ugye főrendező. Igen, és szaladtam utána, hogy egyszer üljünk már le hárman, és amellett, hogy nyilván nagyon fájt,
És amellett, hogy nyilván láttam, hogy a Lengyel Tamástól a Karajos Gáboron keresztül elég hosszú az a sor, hogy ott egyébként jó működő fiatal fiúk egyszer csak valahogy úgy röppennek, hogy ez egy effektus volt, amit én láttam, és beszélt is ez a műhely, tehát a Radnóti beszélt erről a furcsán, nehezen érthető módon indok nélkül elengedett férfi színészekről. De én azért megtudom, tehát annak ellenére, hogy végül a Bálint Andris és a Való Péter nem találták meg az alkalmat, hogy egy kávé mellett elmondják. De miért az, hogy nézett ki, akkor a kirúgás beívtak, nem hosszabbítom meg a szerződéseid, de csá. Tehát nem mondtak három mondatot se, hogy miért nem? Egy mondatot mondott az Andris, és azt mondta, hogy nem jött ki a lépés. Ennyi? Ennyi. És te erre nem kérdeztél rá egyet? De, hogy ez, ez magyarul hogy kell fordítani, mert ez kínai, nem? Ez kínai. Ez így. Hogy ez magyarul hogy szól? Úgy, hogy nem jött ki a lépés. De hogy én meg az a, hogy tényleg nem tudok kínaiul, hogy mi történt? És aztán harmadik körben azért nem futottam neki, és azért nem érthetlenkedtem tovább, mert valójában kiléptem a Andrássy útra, rágyújtottam, elgondolkodtam, hogy igazából mi a tényszerű helyzet, és gyorsan végignéztem a társulaton. Tehát ott volt a Csányi Sanyi, ott volt az Adorjáni Bálint, ott volt a Szervit Tibor, a Schneider Zoltán, a Gazsó György, és aztán a sor végén egy gyakornokból lett fiatal fiú, aki egyébként bizonyos energiáit illetően kisfiús volt, legalábbis 20 évesen, vagy 22 voltam akkor biztos, de amúgy meg egyes energiáiból érezhetően egyébként meg férfi színész. Szánjuk, vagy legalábbis a Marton annak szánt, hogy éppen a diploma környékén még hol jártam, arra nem emlékszem pontosan. De szerintem ott volt egy koncepcionális eldöntetlenség a Radnóti vezetésénél, hogy én akkor egy kisfiú vagyok, aki Bárány Boldizsár, vagy egy férfi színész leszek, aki majd egyszer a Csányi nyomába léphet. És senkinek nem léptem a nyomába, hanem inkább amellett, hogy azért az úgy érezhető volt szerintem, hogy én úgy akarnám magamnak ezeket a nagy szerepeket, és én akarok lenni a Stanley a Vágy villamosába, és én akarok lenni a nem tudom, mindenben, szeretnék egyszer csak oda előreállni, hogy ez nem volt racionális. És úgy, ahogy sétáltam az Andrássy úton... Mert hogy ott voltak előtted ilyen így színészek. Van, sétáltam végig az Andrássyn, és szívtam egy cigit, és végig gondoltam, hogy mi az a pillanat, amikor a 22 éves Klem Viktornak hamarabb adnak egy főszerepet, vagy egy címszerepet, mint a Csányi Sanyinak, a Szervit Tibornak, a Snecinek, a Gazsó Gyurinak, és, vagy a Szombati Gyulának. Imádtam. Mondjuk a Gazsó ezeket. Meg a Szombati, az nem ugyanez a karakter. Nem ugyanez, de tök mindegy, hogy ki milyen karakter volt. Egy olyan pici színházban, ahol 3 bemutató max egy évben, és ott van egy elképesztő felhozatalú társulat. Ott igazából mindegy, hogy a Nagymama című darabot mutatjuk be egy nagymama korú színésznővel, vagy a Kutyakölyök című darabot mutatjuk be egy Kutyakölyök korú színésszel, vagy a teljes, tehát hogy igazából ez nem volt megkötve, az látszott, hogy igazából nem lesz rám szükség úgy, hogy azzal a struktúrával, vagy azzal a koncepcióval, amivel akkor ez vezetve volt ez a színház, hogy ez egy polgári színház, de mégiscsak valamiféle ilyen Broadway-szerű sikerre vágyunk állandóan, hogy ott én előre legyek tovább. A Zsányi Sanyi akkor volt ország top filmsztárja, és nagyon jól vitte ezt a hátán, és nagyon jól vitte a hátán a Radnótit, és öröm volt nézni, és nagyon megkedveltem a Sanyit, és azt éreztem, hogy akkor olyan helyzetet kell keresni a karrieremben, ahol én lehetek a saját életem Csányi Sanyja. És sikerült? Ezt nem tudom. Nekem, tehát hogy ez azért 11 éve volt, hát azért voltak nagyszerű sikerélményeim, és voltak kudarcaim, és a kudarcokból mindig nagyon jó beszélgetéseket folytatok magammal a kanapén. De mindig magaddal, mással nem, igen? Mással nem a kanapémon, más, hogyha fontosnak tartja, hogy megossza velem az ő benyomását vagy élményét, akkor ilyen arról leszoktam, ami volt fiatal koromban, hogy én szaladok a munkaadóm vagy a rendezőm után, hogy na milyen volt. Úgy is mondja, ha van benyomása, ha meg nincs, akkor meg beszélgetek magammal a kanapén. De azért ezt a Radnótit nagyon merre szívtad? Hát akkor persze. Akkor nagyon. Az egyetlen egy szerencsém volt, hogy az élet kárpótolt, és 3 hónappal később elkezdtem csőstől forgatni.
Az jól elterelte a figyelmemet. Milyen neked egy, tehát a látszólagos, hát ilyen szabadságothoz képest, milyen neked mondjuk egy napi sorozatban forgatni? Az ember azt gondolná, hogy hát ez egy favágás, hajnali négyes keléssel és hasonlókkal, gyors szövegbevifflázással, nem is biztos, hogy olyan veretesek ezek a szövegek, sőt nem is lehetnek azok, mert az nem való egy ilyen sorozatban. Tehát, hogy miközben nyilván pénz, meg nagy népszerűség, és lehet, hogy színészileg is izgalmas sok tekintetben, de aztán ezt is azt hiszem magadtól hagytad abba, talán amint a apákat, nem? Hát ott az egész színész csapat és a produkció vezetése közt volt egy alapvető félreértés, amit nem, azért nem akarok hosszan taglalni, mert szerintem egyrészt nagyon... A mi történetünkhöz is én... Ott volt, amikor több főszereplő hát eljött együtt, és lecserélt. Együtt érveltünk valami mellett, és együtt szerettünk volna olyan feltételeket, és olyan a maximalizmusunkhoz és a terheltségünkhöz méltó vagy illeszthető bánásmódot, vagy forgatási körülményt, amiben ez kivitelezhető. Ez aztán megpróbálódott. Ez így meglehetősen homályos. Hát figyelj, oké. Azért nem akarok konkrétumot... Aláírtok ilyenkor titoktartási szerződést? Örökké tart a titoktartási szerződést, de beszélek virágnyelven. Tehát ahhoz, hogy egy elhivatott saját munkájára és a másik életére adó sebész professzor, elvégezze azt a műtétet, amiből nem csak jobb lesz, hanem gyógyult és teljesen egészséges ember. Tehát az ő hatása, amit kivált, az maximum, és az ő saját maga professzionalitása és maximalizmusa is elér a maximumra, ahhoz a műtőasztal mellett van egy sor eszköz, amire szükség van. Ott, ha a legkevésbé fontos, vagy a legkevésbé drága, vagy a legkevésbé specifikus eszköz hiányzik a műtéthez, az a műtét el se indulhat. Ha egy műtét elindul, és közben kiderül, hogy valami nincs ott, és nem beszerezhető 20 másodpercen belül, az tragédia. Most elmeséltem egy általános történetet, ahogy én gondolkodom a professzorok, vagy a sebész professzorok életéről, de valójában ez analógiába hozható, és nem csak egy napi sorozat közben, hanem bármilyen munka közben, ami egy magára, a produkciójára, a közönségére adó művész attitűdje lehet. Olvasom most a sorok közt, és még most csapódnak le, ugye a gondolatot. Hát igen, de nyilvánvaló, hogy nem lehet egy sorozat se hú, de nagy mélységet elvárni. Ez a, hát a Kézdi Györgynek, a Horváth Ádám a Szomszédokban volt az örökös vitája, hogy a Kézdi akarta a Dosztojevszki mélységeket. Nem arról beszélek. És a Horváth Ádám felvilágosította, hogy hát ez nem az. De a színészet, Gábor, és a Dosztojevszki mélység az benne van egy maximalista színész munkájában, akkor is, ha napi sorozatot játszik. Igen? És akkor is, hogyha nemzetközi sikerre törő közönségfilm bejár. Mindig. Egy magára valamit adó művész minden pillanatban, akkor is, hogyha... Tehát teljesen mindegy, hogy milyen platformra de készít. De nincs időd megemészteni se a szöveget. Ez nem idő. Befiflázod, és már mondod. De figyelj, de ez nem idő. De ez nem idő kérdése. Ez attitűd, ez hozzáállás. Ahogy elindulok reggel, hiába egy napi sorozat, és hiába lesz ma 12 jelenetem, nem a szövegtudásom múlik. Ezt már Marlon Brando megmondta annak idején, hanem azon, hogy abban a jelenben mit akarok, és ha én abban a jelenben a másikkal akarok egy valódi, hihető, igazi diskurzus létrehozni, és olyan pillanatokat csinálni annak a kamerának, ami éppen vesz, amit aki majd visszanéz, azt érzi, hogy itt mi történik, ez tök jó. Akkor teljesen mindegy, hogy hol vagyunk, milyen produkció, milyen gyártási fokozaton, az a gyártó cégnek az a műtétet kiírók diszpozíciójában fontos, hogy annyi műtétet írjatok ki, amennyit eszközzel bírtok. Annyi emeletet húzzatok fel, amennyi beton van az építkezésen, vagy a hozzá szükséges építőanyagok. Ha túlvállaljuk magunkat, és ma 10 emeletes házat akarunk építeni, de csak 6 emeletnyi beton van ott, akkor abból tanulnunk kell. Világos. Na de akkor te mit tanultál ebből?
Én nem akarok 10 emeletes házat építeni, én infrastruktúráról beszélek. De akarsz mondjuk még ilyen napi sorozatot, vagy kösz szépen ebből azért elég volt? Én nem, soha sem mond, hogy soha, én nem határolódok el igazából az életemben semmit. Gondolkodom, hogy van-e olyan, igazából besokaltam a körömpörköltől is, de nem határolódtam el teljesen, tehát még visszajöhet majd. Szóval... És a pacal ugyanilyen? Na, a pacallal a teljes távolságtartás van. Azt mondja édesapám, hogy azért, mert még nem értem meg hozzá, mert hogy vannak olyan ételek, mondja ő, ami 40 fölött jön meg az ember életébe, és még nem vagyok 40, úgyhogy majd ő most már dörzsöli a tenyerét, és türelemmel vár, hogy mikor leszek pacalos, de nem biztos, hogy valaha leszek. Na jó, de nem fejezted be azt a mondatot, mert hogy közben szóltam, hogy soha nem adhat soha, és... Figyelj, Gábor, ha holnap fölhívnak, és egy mondatban egy olyan koncepciót, egy mondatban egy olyan szerepet, és csak egy mondatban olyan feltételeket ígérnek napi sorozathoz, ami kecsegtető, vagy amiből lehet baromi jót kihozni, biztos, hogy megyek. De most neked jó ez a szabadúszás már, hát elég régóta, ugye? Hogy 11 éve. 11 éve, hogy nézem, hogy akkor van egy kis hadszín, mondod, hogy lesz egy kis Nyíregyháza. Lesz egy kis Debrecen utána. Lesz egy kis Debrecen, szóval ez így jó, tehát ingázol az ország különböző területe és színházai. Nagyon élvezem. Nekem, na képzeld, ez érdekes, hogy kevés ilyen vidéki, ilyen lokál patriotizmus ragad belém, tehát hogy nem vagyok egy ilyen, a Debrecen foci csapatán kívül, mert annak nagyon szurkolok, de egyébként kevés lokál patriotizmus van bennem, de nagyon szeretek vidéki emberekkel találkozni. És ez azt jelenti, hogy nagyon szeretek vidéken játszani. Pakstól, Hortobágyig, bárhol. Mert elképesztő izgalmas, hogy én tudom, hogy milyen gyümölcsel kínálom meg őket. Ez az alma most a Nagybőgő mondjuk adott esetben, és ezt az almát, ami az én Nagybőgő című előadásom, ezt felkínálom Veszprémben, aztán fölkínálom Pécsen, aztán fölkínálom Hódmezővásárhelyen, és aztán fölkínálom Hortobágyon. És a legkülönbözőbb, és a legszívmelengetőbb, és a legtartalmasabb, és ilyen expresszív élményeim vannak ezekből a találkozásokból. És ez nem mindig órákig tartó közönség találkozás. Ez egy-egy mondat, ez egy-egy pillantás, és egyszerűen csak annak az érzete, hogy szóval, hogy tehát bennem aztán kevés ilyen lángoló nemzeti érzés van, de az, hogy magyar nyelven az ország mindenféle pontján a legkülönbözőbb magyar embereket megszólítani az én produkciómmal, az nekem ilyen nagyon jó érzés. De mondj egy-két ilyen találkozást, hogy mi volt neked olyan jó. Hát most akkor Hortobágy, tehát hogy a Hortobágy jutott legutóbb eszembe, ahol az igazi jó értelemben vett, tehát a szó eredeti értelmét tekintve élő parasztok, paraszt emberek vannak, akik állatokat gondoznak, és abból élnek. Uh-huh. És volt ott a 9 lyukú híd lábánál egy Nagybőgő 2 éve, és oda jött egy helyi úr, nem is volt teljesen józan, és nem is az sugárzott belőle, hogy ő kortárs magyar irodalmat olvas nap mint nap, de láttam, hogy hatással volt rá az én monodrámám, vagy ez a Nagybőgő című egyébként eléggé, tehát szellemes és szerintem jól emészthető anyag, de mégiscsak valamiféle ilyen exkluzivitása van ennek a dolognak, és nem a legkönnyebb irodalmi anyag, vagy nem a legkönnyebb színpadi anyag, de láttam ezen a paraszt fickón, hogy a hatás alatt van, és azt mondta, hogy megfordult itt már sok mindenki, még a Lagzi Lajcsi is, de ez volt a legjobb. És feltételezhettem volna azt is, hogy mindenkinek ezt mondja, de láttam rajta, hogy nem. És valamiért ezt tényleg eltalálta, ami egyébként, tehát hogy nem gondoltam volna mondjuk így messze karakter szintjén, ami az ő karaktere volt. Hogy de egyébként ugye sokáig tényleg zenéltél, nagybögöztél tényleg, vagy csellóztál? Én csellóztam, csellótanszakot megcsináltam. Azért más, a négy húr az, ami hasonló, de már a húr hangolása az más. Amíg a nagybőgő mondjuk egy
egy finom anyag, amivel nagyon óvatosan, vagy a cselló egy nagyon finom anyag, amivel nagyon-nagyon óvatosan kell bánni képzőművészként, addig a nagybőgő az egy ilyen olvasztandó acél, tudod, amit úgy kell megformálni, hogy oda erő is kell, és hőhatás, és nagy kalapácsok, és eszköz. Tehát ott van egy robusztusság a nagybőgőben. A cselló az pedig a szívszerelmem, tehát az a hangszer, ami 8 évesen jött be az életembe, és a mai napig igazából én cselló-szonátákat hallgatok, amikor komoly zenére vágyok, mert az emberi hanghoz a legközelebb tónusú vonós hangszer, és szerintem a leginkább alkalmas a zenei kifejezésre. Most megint nagyon sokan eldőlnek, és az összes fúvós azt mondja, hogy kikapcsoltam, eddig néztem, de szerintem a cselló. De hogy mi volt, hogy görbe az ujjad, és azért nem tudtál te, vagy ezt is csak olvastam valami? Ezt olvastad, de ez történetesen igaz. Tehát míg a pályát nem akartam elhagyni az eddig olvasmányait, de a szemben a kis ujjam az valóban ilyen kis, így születtem, tehát itt van ugye ínszalag több is, ami mozgatja, és nekem ott az valamiért le van tapadva. És akkor emiatt nem lehettél te professzionista? Hát ennek ilyen praktikus okai vannak, a zongorával is megnyűlt volna a bajom, azt mondták is, hogy a zongorát ne is erőltes, mert az oktávot stabilan kell tudni fogni, és a cellónál belefért még, meg körülbelül ez a fogástávolság, viszont a tanárnőm minden hétvégére menés előtt a pénteki csellórán azt mondta, hogy tudod, Viktorkám, akinek görbe a kis ujja, annak kétszer annyit kell gyakorolni. Úgyhogy így volt ez. Na és akkor 15 évesen dölt el, hogy mégis te színház felé. Hát ott beszippantott, tehát hogy lehet itt beszélni mindenféle dologról, de annyira szupersúli volt az Adi, annyira hagytak teret a magamfajta ilyen lókötőknek, hogy nem figyelem a tekórán, beszól a tanárnak, de legalább fenn a jó dolgát, legalább verset jól mond. És akkor az akkori igazgatónk negyed évben a történelmi fakultációt vezette és készített föl minket a történelemre. Egy nagyon-nagyon-nagyon legendás alakja az iskolának, és egy nagyon extra jó szemű igazgatónk volt, amellett, hogy azért ő mégiscsak a történelemnek hódolt. Leginkább. De volt szeme ahhoz, hogy egyébként a kevésbé jó tanuló, de a színpadon jól működő diákokkal kapcsolatot teremtsen, és kinézett magának negyed évben, és azt mondta, hogy gyere csak, Klem. Azt mondja, hogy történelmből bukásra állsz, történelmi fakultáción eddig van 6-1-esed, mi legyen, segítség? Mondom, tanár úr, igazgatóként, hogyha ebbe tudna nekem segíteni, az elég jó lenne. Azt mondja, közeleg a nőnap. Megcsinálod a tanárnőknek műsort, lesz benne vers, lesz benne zene, azt veszel a csapatodba, akit akarsz, és akkor azért fejenként mindannyiótaknak ér 3-5-öst. Jó? Jó. Jó történet. Fiúk! És akkor egy délután alatt összeraktuk a műsort, és nem csak a 3-5-öst arattuk be, hanem emlékszem, azok a tanárnők, akik hivatalból oda voltak rendelve, de egyébként utáltak, mert a Klem mindig pofázik, közbeszól, nem figyel, és egy idióta, mondjuk a fizika és a kémia tanárnőm, de szerintem a matek is ezt gondolta rólam. Igazából lehet, hogy az összes. Ők egyszer csak ott ültek, és láttam, hogy egy ilyen könnyekig hatódott délutánjuk van nőnapon, és azt is látták, hogy ez egyébként szívből jön. Mármint, hogy ezt mondom én neked, hogyha teljesen mindegy, hogy milyen helyzetbe kerül az ember, hogy annak a platformnak színészkedek, amiben nagyon hiszek, napi sorozatot csinálok, vagy hetit, nagyjátékfilmet, vagy csak egy videót, egy nagy színpadi dologra készülök, vagy egy nőnapi műsor, ha már ott vagyunk, akkor én szeretnék könnyeket fakasztani. Uh-huh. A nőnapi műsoron. És akkor az összejött. Hol tartasz te most a pályán szerinted? Nem tudom, de nem is nem fog, nem értékelek. Én nem értékelek. Kell, pontozzam. Pontozzam, hogy 1-10-ig hol tartok? Nem tudom. Nagyon jól érzem magam. Azt hiszem, hogy most érzem eddig a legjobban magam. Igen? Uh-huh. Élvezek egyfajta szabadságot, amire nagyon vágytam mindig. És hova futhat ez ki? Hát egészen biztos, hogy a koporsóba, de reméljük, hogy nem mostanában, és hogy a koporsóig meg mi történik, reméljük, hogy évtizedeim vannak még, hogy ezen dolgozzak.
Az a recept, aminek meg ízleltem kellemes élményét, hogy egyszerre tudok alkalmazott művész lenni, mert mondjuk elhívnak Debrecenbe vagy Nyíregyházára, és teljesítem a szolgálatot. Természetesen azzal a maximalizmussal, ahogy ez nekem jól esik, vagy ahogy így belülről jön. Emellett egy picit tudom képviselni szabadon azokat a dolgokat, amik mindig bennem voltak, csak most meg könnyebben engedek nekik teret. A Movie Love-nak, és aztán, hát most nem akarom így sorolgatni, de a Covid óta, mert minthogy a 2019 óta én egy csomó saját dolgomat megvalósítottam a Téren János legkisebb jégkorszak című regényéből. Lett egy hangos könyv, a Librivel való összefogásban írtam és forgattam Pálos Hannával egy 6 epizódos online sorozatot, Nyuszkó és Mackó címmel, ami egy ilyen hétköznapi párkapcsolati kis nyavalgás, és most készülök egy új saját előadásra, ami még reméljük, hogy a szezon végén, valószínűleg nyáron létrejön, és az műfajilag akármennyire is újra és újra ki akarok bújni alóla, egy stand-up előadás lesz. Köszönöm, hogy jöttem. Én is köszönöm. És önöknek is köszönöm, ha néztek minket. Klem Viktor volt a Botakafé vendége. Viszontlátásra.